Proliton cégcsoport napos baromfi előállítással foglalkozik, illetve az ehhez szükséges keltető tojások termelésével. Összesen tavalyében 45 millió napos csibét, napos jércét keltettünk és értékesítettünk, ebből 7 millió magyar üzemben kelt ki. A Business Central megbízhatóságára alapozva mindenképpen szerettünk volna egy olyan rendszert bevezetni, ami a cégben dolgozó kollégákat nyilván a megfelelő szinten kiszolgálja olyan információkkal, ami számukra gyorsan feldolgozható, áttekinthető, és segíti a munkájukat a mindennapi döntések meghozatalában. A Business Central bevezetést követően elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy megfelelően működött a riportálás, kevesebb volt az Excel használat, kinyerettük az adatokat közvetlenül a rendszerből, de mégis hiányzott még valami. Ugyanis a riportálás során továbbra is Excelbe tettük át az adatokat, ott készítettünk grafikonokat és különböző kimutatásokat, hogy minél jobban meg tudjuk osztani a havi adatokat a felső vezetéssel. Viszont ez nem volt alkalmas arra, hogy ha valami kérdés volt, akkor azonnal le tudjunk fúrni és választ adni az adott kérdésre. És így döntöttünk a Power BI bevezetése mellett, ami először egy fajta tréningként indult. A Power BI egy olyan eszköz, amellyel üzleti riportokat hozhatunk létre különböző vizualizációk segítségével. A Power BI-ban a vizualizációk segítségével könnyebben felismerhetőek a trendek számunkra, és ezek alapján mérhetjük azt, hogy melyek azok a területek a cégben, amelyekre több erőforrást szükséges, több figyelmet szükséges fordítanunk. Emellett még kiemelném azt, hogy szintén a vizualizációk segítségével sokkal hamarabb észrevesszük azt, hogyha esetlegesen egy hibát követtünk el, le tudunk fúrni az adatokba, és utána gyorsan felismerhető a hibás tranzakció, és azt még idő előtt javítani tudjuk. Power BI előnyeit látom termelési oldalon is, sokkal egyszerűbben és látványosabban lehet követni a termelési folyamatokat. Hogyha valahol probléma van, sokkal előbb észreveszünk és sokkal gyorsabban tudunk rá reagálni. A Power BI szintén nagyon népszerű a kereskedelmi csapatnál. Nagyon gyorsan le tudják követni az egyes ügyleteknek a státuszát, az egyes partnereknek a státuszát. Az egyes ügyleteknek az eredménytermelő képességét, illetve az egyes partnereknek a fizetési képességét, hajlandóságát folyamatosan tudjuk monitorizálni. Véleményem szerint nagy előnye a Power BI-nak, hogy rengeteg rendszerrel kombinálható, szinte végtelen számú a rendszerek száma, mint tudjuk, és úgy gondolom, hogy az nagyon hasznos, és nagy előny, hogy ezek a végén egy vizualizációban, egy dashboardban összpontosulnak, és nem szükséges ezeket manuálisan összekötnünk időről időre. A havi riportálás során pénzügyi vezetőként azt mondhatom, hogy én már kizárólag Power BI riportokat osztok meg a vezetőséggel, és ezt használom a riportáláshoz. Ez nagyon elnyerte a vezetőség tetszését, és az az igény született, hogy szeretnék bevezetni a csoport többi tagjánál is ezt a fajta riportálást, és ezzel egy egységet tudunk létrehozni. Gyakorlatilag konszolidálni tudjuk a riportálást, ha mondhatom ezt. Eljutottunk oda, hogy ma már ki van mondva, hogy a Proliton csoport más országokban ténykedő leányvállalatai is be akarják és záros határidőn belül be fogják bevezetni a Power BI rendszerét. Azt gondolom, hogy a Prolitonnak az előnye a rugalmasság, de ez akkor tud megvalósulni, hogyha mi partnereink is rugalmasak. És ezt a rugalmasságot, pontosságot, precizitást, szótartást, ha szabad ezt így mondani, érzékeltem a Cosmo-val történő közös munka során. Miután a Business Centralt bevezettük, és az ott berögzített adatok alapján a Power BI-jal folyamatosan jó minőségű információval vagyunk képesek ellátni a menedzsmentet, sőt, akár a tulajdonosi réteget, a Proliton Hungary Kft. Iránt nagy mértékben megnőtt
a menedzsment, nemzetközi menedzsment és a tulajdonos bizalma. Talán ennek is köszönhető, de a következő 3-5 évre nagyon nagy szabású beruházási terveket készítettünk elő.